2022-ben elkezdhetik a Paks 2 főépületének építését. Többek között ezt jelentette be Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője december 2-án a Szekszárdon tartott tájékoztatóján. A miniszter elmondta, hogy ugyan a létesítési engedélyt még nem kapták meg, de a hiánypótló dokumentumokat hamarosan beadják. A reaktortartálygyártási engedélyt beadtuk, készen van a alaplemez terve, amire majd az egész erőmet építjük, de további 8 engedélyezési dokumentáció, 7 épület és a olvadék csapdának a doksia, az még nincs beadva a hatóságnak. Tehát ha ez a még további 8 is beadásra kerül, meg engedélyezés, ezért mondtam, hogy ez körülbelül az első negyed év, akkor tudunk váltani. Az új blokkok építése azért is fontos, hogy fent tudják tartani az olcsó villamos energiát. Az eseményen részt vett Becskeházi Attila Csaba, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár, aki előadásában arra tért ki, hogy hol tartanak azok a beruházások, amik nélkül egy ilyen erőművet nem lehet megépíteni. A fejlesztésekből Szekszárdra is jut. Innovációs fejlesztéseket végzünk a térségben is, Szekszárdon is. Egy olyan energetikai innovációs és tudásközpontot, technológiai központot fejlesztünk. A volt húsiparnak a területén elindultak a munkák, tervezési, engedélyeztetési szakaszban vannak, ahol minden energetikai beruházással kapcsolatos tudást meg lehet szerezni. Az államtitkár szerint az elkövetkezendő években nagy hangsúlyt fektetnek majd a felnőtt képzésre, hiszen nagy hiány van az energetikai szakemberekből. Az új határidő szerint 2029-2030-ra befejezik az új blokkok üzembe helyezését.